Hallott követő, nem érted mi, hogy miért ilyen a hajam? Hogy mi van így belőve? Nézzek, nem érzek semmit. Képzeld el, te ezt nem fogod elhinni. Elrongyoltam a Hair Hungary-be. Ez egy hajklinika. Na most mindjárt, majd ezt elmondom, de én a Vámos Marcinál, a Olimpikonnál, tudod, a Nagy Szoller Kaninál láttam, hogy ő volt ott is. Olyan szűrű lett a haja, mondom, anyád úristen, itt ilyen hajkoronád van, Cila is akarja. És elrongyoltam, és most oda befeküdtem, és ilyen kilököm, anyukám nagyon szurkált a kisnő, gumikesztyűs kisnő, nekem esett, mint Tota anyának. És most várjuk a hatást, de az nem azonnal jön a hatás. Te láttad nekem a 2005-7-ben volt hajbeültet? Nem láttál te semmit, amikor nem figyelt. Hallod? Úgy megszurkált, és most semmit nem érzem, most így fejen is tudom úrni magam párszor. Kilököm, hogy mi volt, onnan most már lecsót főzök, jó pofa vagy. Ah, millió a ügy. Egy gumikesztyűs nő itt, nézd meg, hát most eljöttem, mert láttam, kézzel el a Vámos Marcinál, hogy ide jár a Hair Hungary-be, és olyan haja lett, hogy te nem tudod elképzelni, és most itt van velem a doktornő, nézd meg, Koch Bernadett, orvosasszonyt láthatod, és mindjárt most beinekció, leérzéstelenített, azt mondta, nagyon kellemes érzés, azt mondta, amit majdnem kirúgtam a falat egy pillanat alatt, de aztán nem, végül is nem rúgtam ki, néha így elrántottam a fejem, és mondta, hogy nagyon kedves vagyok, de nem mocorogjál már, öreg Cila. És most mit fogsz csinálni velem? Mert valami most egyelőre nagyon romos vagyok, úgy lett. Ott készül a centrifugában a PRF-oldat, amit saját véredből készítünk. Ugye levettük a véredet, lecentrifugáljuk, és igen. Fibrinben és trombocitában gazdag folyadék, amit a még plusz az mit jelent most, anyukám, mondod itt az átlag ember, fibrinben és trombocitában gazdag folyadék, az mi történik? Úgy, mondd olyan konyha nyelven, tudod, húzzek a kapor. Tehát, hogy mit csinálunk? Erősíteni fogjuk a hajszálaidat, ezeket a vékonyakat meg fogjuk erősíteni, stabilizálni fogjuk a hajhagymákat, és támogatunk nekik. És ezt a saját véremet kicentrifugázzuk. Saját véredből készítjük, így van. Óriási. És akkor ez beinekcióz, ez hány alkalommal érdemes egyébként? Mit gondolsz? Alap esetben egy 4 alkalmas kúrát szoktunk javasolni havonta egyszer, és aztán fenntartó kezelésnek fél évente, akkor már egy-egy alkalom elegendő lehet. És ez mi a kezelés neve? Ez a PRF kezelés. Ugye ez a PRP kezelésnek a továbbfejlesztett változata, a saját vérterápiának szoktuk mondani. Ezt hívják vámpír vagy Dracula terápiának. És igen, fogorvosok is használják, ortopéd sebészetben is, meg a hajhullás kezelésében és a haj erősítésében is. Most már évek óta bizonyítottam. De ettől, doktornő, nem nő ki a hajam, hanem ami megmaradt, nem túl sok, az erősödik? A meglévő hajat fog erősödni, igen, elsősorban. Műtét közben is használjuk, akkor pedig az új, beültetett hajtűszövetségeket tudjuk ezzel segíteni. De a meglévő hajnak az erősítésével és is nagyon... nekem mit javasolsz, hogy kell hajbeültetés, vagy ez így... Hát egyelőre most indulunk a kezelésekkel, csinálunk egy 4 alkalmas kezelés sorozatot, és utána megnézzük majd, hogy mennyi változás lesz, és... utána megbeszéljük, hogy szeretnél a műtétet. De kellene, szerinted? És ülti kezedet a szívedre. Ide az előső részre, olyan ott egy kicsi sűrítés mindenképpen. És itt? Mert ott is tudod, hogy amit egy kipám lenne lassan, meg nincs. A hátsó részre is egy kicsi lehet, hogy szükséges lesz, de én azt gondolom, hogy itt a hátsó résznél a kezelések is azért egy viszonylag jó eredményt fognak hozni. És akkor van ez a kezelés, amit mondtál, és van még egy fajta? Van még a Regenera kezelésünk, igen. Ez egy ősejt kezelés. Nézd a másik kollégánőt, hogy beintegetnek. Igen, ősejt. Az ősejt kezelés, az pedig saját ősejtjeiből készítünk ugyanúgy egy ilyen oldatot, és ugyanúgy injekciós formában visszajuttatjuk a fejbőrbe, és az kitapad a meglévő sejtekhez, és erősíti ugyanúgy a hajtűszövetségeknek a működését. És mi a különbség az ősejtkezelés és a centrifugálás között? Hát, hogyha nagyon konyha nyelven kellene mondani, nagyon, nagyon. Akkor azt mondanám, hogy az egy tápanyaglöket, tehát hogy itt tápanyaggal elárasztjuk a fejbőrödet. Aha. Az ősejtkezelés az olyan meg, mintha friss magukat, tehát friss ősejteket teszek be a fejbőrödbe tulajdonképpen. És akkor az ősejtkezelés kiválthatja a hajbeültetést, vagy az... Nem.
Azt nem. Nem. Tehát az őssejtkezelés az nem növeszt új hajat, hanem a meglévőket, meglévő őssejteket erősíti. És miért kopaszodunk, mert elhalnak a hajhagymák, vagy így alszanak, vagy szunnyadnak, vagy ezt hogy képzeljük? Hát ez egy androgén hajvesztésnek hívjuk, ugye, ami neked is van. Ez egy enzimatikus átalakulás tulajdonképpen, és a DHT, ami az enzimatikus folyamatban kialakulva itt a felső területen károsítja a hajtőszövetségeidet, élethosszig fogja őket gyengíteni, élethosszig fogja vékonyítani őket, aztán annak a folyamatnak az a vége, hogy elhalnak a hajtűszök, ugye itt az előső területen, aha, ott már ritkásabb is, ott biztos, hogy már olyan stádiumban vannak az őssejtek. Ez egy élethosszig tartó folyamat, tehát hogy mindig azt szoktam mondani, hogy élethosszig kell vele foglalkozni, rendszeresen kezelni, és egy jó megválasztott időpontban pedig műtétet végezni. Ajaj, és ez kortól független, mert ugye néztem, a Vámos Marci azért ő 30-as lehet. Tehát az androgén hajvesztés az ilyen 18 éves kortól bármikor indul. Urva életben. Van, aki szerencsés és csak a 40-es éveiben indul, de van, akinek már fiatalon 20 évesen az egész haja hallhat a felső része. És figyelj, még egy kérdés, hogyha rászánom magam, nekiugrom megint a hajbeültetésnek, mert már egyszer nekiugrottam, hogy akkor honnan veszünk ki a hajat, vagy honnan, hova, vagy mit veszünk ki? Tehát, hogy... Az androgén hajvesztésnek az a jellegzetessége, hogy itt az oldalsó, a fül mögött és a hátsó donor területen lévő hajtűszövetségek azok épek. Tehát onnan kivesszük az ép hajtűszövetségeket. Nem hullik ki. Ott nem fog androgén jellege lenni, kivesszük innen és áthelyezzük ide a felső részre. Úgyhogy így gyakorlatilag abból tudunk gazdálkodni, ami a hátsó donor területeden van. És akkor itt szerinted van annyi, amit ki lehet venni például? Még bőven van tartalékot neked, úgyhogy szerintem még nincs akadály annak, hogy tehát a hátsót előre további műtétet csináljunk. Jó, de most lehet, hogy ez is elég, és itt egy olyan hajzuhatag lesz, hogy elájulunk, ugye? Hát ez majd a jövő titka, de azon vagyunk, hogy... Nem tetszik ez a készét eltárás, ez a hát... Úgy érzem, hogy itt jó. És akkor most, tehát és minden ilyen treatmentnél ugye beinekciózzuk, tehát ez a kellemes kis lidokain inekciózás, ez lesz. Így van, minden egyes alkalommal helyezéstelenítésbe fogjuk csinálni. Ó, millió, az úgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen leszek, de most egyelőre romos ez a párcáhajam. Te semmit nem érzek egyébként, fejbe is lehet engem most úrni teljesen, mert... Na várja, figyelj, majd nézed, mert még mindjárt jövök. Tarts a vonalat? Ez most micsoda, drága doktornő? És akkor közben elkészült a véredből a PRF volt. Ugye a piros véredből ez a sárga folyadék készült. Komolyan? És akkor annyit kérek, hogy így középen tartsd a fejed, jó? És akkor én elkezdem visszainjektálni. Aha, ezt már nem érzem, jó. Hát az volt a cél, igen, hogy az érzéstelenítő kifejtse a hatását. Viszont hallom, ahogy szurkálsz. Igen, a kollagén ilyenkor egy picit sérül, aha, az majd szépen visszaalakul. De jó, hát ez óriási. Aha, néha majd felordítok, de ne lepődjél meg. Ja, hogy akkor, és ez kész, és majd jön a következő. És majd jön a következő. Aha. Én csinálom szorgalmasan. De jó, és te mit csinálsz, Angyalka? Kiszívom a kémcsőből. Ja, véredet, hogy... és összekeverem vitaminnal. Óriási. Igen, egy kicsit így, igen, így... Aha. Ugyan nem érzek semmit, de azért izzadom, mint kurva a templomba. Megmondom neked nagyon őszintén. Hát, ja, itt vagy követő, ja, bocsáss számára, meg akár lobogva néznek, megrázzam a hajamat, mert annyi van. Pillanatok, kinőtt az egész, gyönyörűen. A izé, IFRPP, RTPP kezeléssel? Te fáj, mint a franc, tudod, az összeszurkálta a kiszaszonka, mi elvéskedjél már, kokdoktornő, hát nekiugrott, mint ott a anyjánom, mondjuk, rohanok a izébe, mert ma este sziget, érted? Mert egy szigetel a Cilla, és most rongyolok az Etele plázába. Na. Azért rohanok ide, mert a szigetelő szettemet, érted? A nézzék, mi ez? A fesztivál szettet össze kell löknöm, anyukám, meg kell ütőzni, érted? Sortba leszek, bakancsba leszek, kalapba, hát egy komoly fesztiválozás van, nem láttad? Ilyen hennákat festenek magukra, akkor néztem a Coachellán, hogy ott most a tavaly a Veszkó ment, vagy most ment a Veszkó, szóval, hogy na és ezért jövök, mert a Etele plázá fashionös, érted? Millió fashion, a Hugo Bosstól kezdve minden
van, érted? És azért rongyolok most ide, el tudod képzelni, kamem. Ja, és figyelj ide, képzeld el, hogy már nincs tiket. Most fölmegyünk a főső parkolóba, nincs tiket, le kell töltened a Etelének a appját. Van egy applikációjuk. Azt te letöltöd, és akkor egyrészt sokkal kedvezőbben tudsz parkolni, pontokat tudsz gyűjteni, a pontok gyűjtését az be tudod majd váltani, akár egy mozi jegyre, vagy nem tudom. Szóval, hogy érdemes, akkor össze tudod kötni, érted, hogy fogod, már fölismeri a rendszámodat, téged is tokától bokáig beszkennel, fogod, pif, belököd magad, és már mikor mész ki, automatikusan érted, íze a parkolás, nem kell csörögnöd a csicska apróval, és már intézed, érted? Szóval minden tudsz, menjél már odébb applikációval is. Én most a tetőparkolójára megyek, ott a VIP, mindig menjél az Etele plázába a tetőparkolóra, töltsd le az appot, ki van írva, regisztráljál. Aztán mondd nekem, le van töltve, de most nem. De ha bemész, és nincs letöltve, nézel, remeg a Cilla. Ha bemész, és még nincs letöltve, akkor se ad jegyet. Nézed? Parkolj appal, látod? De most egy, jöztök be, és itt a helyem, várjál már. Tartsd a vonalat? Szembe. Hú, de jó kis parkoló, ezt azonnal elfoglalom. Már így olyan jövés-menés van, hogy megőrülsz, megvadulsz, el tudod képzelni. Igen, és akkor most lököm össze a szettet. Úgyhogy az applikációt érdemes letöltened. Várjál, vége? Jó, taka. Érdemes letölteni az applikációt, mert azzal tudsz menetelni. Ezt mondtam neked, nincs többé felesleges parkoló, hogy az Etele plázába rendszámot beütöd, és azzal menetelsz ki. Így, szálljék. Nézed, itt van az Etele gasztroplac. És ott van fönn a mozi, a cinema. Azzal szoktam még menetelni. Nézd, kockland, vagy mi van itt, várjál már. Játszóház és kiállítás. Kokaland. Dük. Mindegy, most ez nem érdekes, mert meg kell néznünk a fashion. Most enni nem eszünk. Jól nézzel ki. Ettem egy tojást. Haláidegbe. Hú, anyukám, az ördög. Jöztök le, várjál, nézzük meg a fashion boltokat, alá tele. Úgyhogy az appot töltöd le, és menetel. Ó, anyukám, nézz oda. Szóval appot töltöd le, és utána menetel. Nézd már, Samsonite-ok, hogy logicálnak itt a hégbe. A Samsonite-ot nagyon cipálom. Mi ez, Made in Hungary? Ne vaduljál már meg. Itt készül. Ungarische bőrönd. Samsonite, de jó. És oda megyünk a Pick and Kloppenburgba. Majd be kell vásárolni, anyukám, fesztivál szettet 70%, hát akár 70%-os a leértékelés. Ne örüljél meg! Jézusom, azonnal berongyoltam, meg a ízét akarom megnézni. A Hugo Boss Shawl. Fú, oda nézze. Ez igen, erre van eszük. Igen, már jöztök is be. Jó, kabátot kerestem, munkát találtam. Ne hülyéskedj, elhelyezkedtél, Erzsi? Aha. Jó, ezek a szomkák, akkor várj, akkor le kell menni ott a mozgó, hol a mozgó lépcső? Fú, te ugyan fesztiválszedbe leszek, hogy te megbolondulsz. Azt tervezem, hogy egy pupos bakkancsot veszek föl, egy fehér zokni, olyan 90-es években fogok megöltözni, tudod? És akkor lehet, hogy valami kalapot, vagy valamit még hozzáállok, a Hugo Boss szál, a XXL. Jó, hát ez már nem, az nem én vagyok. Jó. Fú, ezt cipálom, ezt a jópat, ezt most Németországba vettem. Nézd meg, ilyenbe. Kezdjem el a kopogást. Kopog a Cilla, oda nézzél. Halálj, ezek is. Nézd, ilyen jók, ezek az ing. Te egy ilyen inget. Fú, rá, hogy adja? Elnézést, értékelés, hogy van, leértékelésben vagyunk? Ez is milyen jól néz ki. Millió az ügy, ne tartsd a követő rajongó. Ez lett a nagy megütözés, de vettem egy halál jó kis inget, nézd meg, ebbe a Etelébe, le volt árazva. És most azt nem tudom, hogy ezt az inget vegyem-e főfelé. Nézd meg, helyükám, a body szétesett, a küllök még jó, külle. Első videók egyike volt.
Figyelj, most hogy egy ezt a lendvásznát vegyem föl, vagy a feketét, mindezt, figyelj. Mert először egy forró nadrágba akartam menni, aztán rájöttem, hogy most leszel 50, Cilla, nem biztos, hogy egy ilyen kis farmerszortba kéne rohangálnod, egy bakkancsal, tudod, amit mondtam. De ló az, úgyhogy hát inkább egy kor után, ha tényleg előkelő akarsz maradni, akkor takarsz, amit tudsz, érted, még ha meggyulladsz. De most egy ilyen zöld, ez egy Levi's, mondom, Klappenburg, vagy mi a Isten, és akkor most ezt akarom ezzel, vagy a kéket, de most mindjárt szerintem a jó a fekete, rövid ujja, küllők azok, nézzek a küllőket, azok még mindig itt vannak, jó, ne hülyeskedjél már, kankános a Cilla, de kézzed el, ja, nézd azt a kanit, halályos film, Chevalier, az a címe, 18. századi Franciaországban játszódik, isteni, Maxon van, és ez egy vívó hegedű művész, ez a Chevalier, nyomom, hogy megmozduljon a kani. Nézd, és a Glückkel, ez a Glück, tudod, ez egy nagy opera versenyző volt, de együtt csinálták a, várját, fölveszem, mindegy, Max és Chevalier, az a címe, kicsit limonádé, kicsit nem történelemhű, de jó, nézed. Várjál, most fekete vagy a kék? Várjál, belugolom a kékbe, nézzél már rám. Nézd meg, akkor, szóval ez az outfit, ebbe van a Cilla, érted? Küllők, már ne... Jaj, ezt lógatom. És most beleugrom a kékbe, és találd ki, hogy melyiket vegyem fel. Várjál, tartsd a vonalat, addig nézd a filmet, érted? Belököm ide neked a filmet. Nézd meg, Glückkel. Jó, te nézed a filmet, és én addig öltözködöm. Leszel olyan ked, anyád, nem áll meg a csicska kamera. A mi állna meg, majom? Jó. Nézeg ezt? Érted? És mondom, 18. század teljesen megmutatja a rasszizmust, hogy ahogy ezért puposított, nem ez a piába több operába. Érted? És azt mutatja meg, egy szuper tehetség, de mégsem engedik fejlődni, mert hogy színes bőrű. Egy rabszolganőnek és egy francia földgyilkosnak a fia. Érted? Nagyon érdekes film, amit akar mondani, meg mutatni, hogy milyen. Ez Marie Antoinette, la reine. Érted? És most itt fölkosztja. Várjál, még egy ilyen címkéket képek le magamról, aztán mindjárt jövök és megmutatom a tesztemet. De addig nézd a kosztümöst. Érted? Na ez már beasztott, nézd meg. Kész, szájébe van. Na, várjál, most hagyd a csicska filmet, engem nézzél. Szóval, jó, át a fekete. A fekete, ebben úgy nézek ki, anyukám, mint egy felhő. Ne hülyeskedjél már. Jó, köszönöm a segítséget, drága követőrajongó. Jó van, Chevalier, úgy az a címe a filmnek. Tudod nézni. Szeszi Marie Antoinette. Tout cela c'est ridicule, c'est Versailles, madame, mondják neki.